Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elismerték a legjobb tanulókat. 22 honvéd kadét kapott arany és ezüst gombot. Tolva loptak autót. Nem jutott messzire a veszélyes kalandra vállalkozó szerelmes pár. Véradás Bátaszéken. Közel 70-en nyújtották karjukat a jó ügyért. Házasság hete Pakson. Színes programokkal készülnek az atomvárosban, de csak később, a járványhelyzet miatt. Gombot kaptak a legjobb tanulók. Kiváló tanulmányi eredményük elismeréseként a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégiumban idén 22 honvéd kadét tanulója kapott arany és ezüst gombot a gombadományozó ünnepén. A program 2017-ben indult, célja, hogy így motiválják a diákokat a minél jobb eredmény elérésére. 3,77 ezüst gombot. Ismét sok kadét érdemelt ki elismerést a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégium gombát adó ünnepségén. Többek között Jákob Kristóf végzős diák, ő 3 aranygombbal büszkélkedhet. Azt mondja, mindig is törekedett arra, hogy jó jegyei legyenek. Mióta az eszemet tudom, én katona szeretnék lenni, és ez a szak volt a legtökéletesebb ahhoz, hogy megvalósítsam a céljaimat, és hogy ezután megfelelő pályára lépjek. Itt tudok legjobban felkészülni. Tóth Barbara 11. osztályos, szintén 3 aranygombot kapott, ezzel pedig évfolyam első lett. Nagyon jól érzem magam, mert minden 4 kadét évfolyam olyan, mintha egy család lenne, mert összeszoktunk és nagyon jól kijövünk egymással. A gombátadás a tanulmányi eredménytől függ, ezüstöt 3,5-ös átlagtól, az aranygombot pedig 4,0-től kaphatnak a diákok. 4,5-től 2, az osztály elsőknek pedig 3 aranykitűző jár. Az nem csak arról szól, hogy látszik az ő évfolyam jelzésükön, hanem a rendszerben új elemként megjelent a Bérbalog Ádám ösztöndíj, ami viszont tanulmányi átlaghoz kötődik. És nem is kismértékben kötődik hozzá, 3,5-nél kezdődik a tanulmányi ösztöndíj, és az nagyjából 11 ezer forinttal indul. De aki 4,5 fölötti átlagot ér el, az havonta több mint 33 ezer forintot kaphat. 9. tanulóként azt gondolom, hogy ez nem zseppénznek nevezném már. A gombát adó ünnepségnek hagyománya van az iskolában, hiszen a 2017. szeptemberében elindult honvéd kadét képzésben a tanulók kollégiumi nevelőjének kezdeményezésére már az első fél évben bevezették a rendszert, hogy így motiválják a diákokat a minél jobb eredmény elérésére. 12.885 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.684.432-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 beteg, így az áldozatok száma 42.269 főre emelkedett. 5.198 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 198-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.377.000-en kaptak. Tolna megyében 267 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 35.531-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban és februárban is minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető.
Már 2 millió oltást adtak be a tavalyi év végétől bevezetett oltási akciónapokon, ebből több mint 380 000 első oltás volt, nyilatkozta a miniszterelnökség területi közigazgatásáért felelős államtitkára. György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, azt mondta, biztató jelek mutatják, hogy az ötödik hullám csökkenő tendenciát mutat. A fertőzések mintegy 95%-át az omikron variáns okozza. Eddig 6,4 millióan vették fel a vakcinát, 60%-uk a harmadik oltást is megkapta. Autót akart lopni egy dombóvári szerelmes pár. A járművet viszont nem tudták elindítani, ezért egyszerűen eltolták a helyszínről. A munka valószínűleg több órán át tartott, mégsem tűnt fel senkinek. A párt ennek ellenére elfogták a rendőrök. Pénzre volt szükségük, ezért a város utcáit járta a két vádlott. Egyszer csak itt, Dombóváron vettek észre egy már régóta magára hagyott, leparkolt régi autót. Eldöntötték, hogy ellopják. Másnap vissza is mentek érte, kinyitni viszont nem tudták, ezért felfeszítették, majd mivel beindítani sem sikerült, egész egyszerűen eltolták a helyszínről. A lopás másnap azonnal feltűnt a tulajdonosnak, aki értesítette a rendőröket. A kamera felvételek alapján pedig hamar el is fogták a tolvajokat. Az ügyük most került bíróság elé. Kiderült, hogy a pár férfi tagja korábban más bűncselekményeket is elkövetett. Őt 2 év 4,5 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az élettársát, a másodrendű vádlottat, aki szintén volt már büntetve, de nem minősül többszörös és különös visszaesőnek, szintén társtettesként elkövetett lopás büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 1 év 7,5 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság, azonban itt a végrehajtást 2 évi próbaidőre felfüggesztette. A vádlottak időközben megszöktek a hatóságok elől, így enyhítő körülményre a bíró nem tudott tekintettel lenni az ítélet kihirdetésekor. Mindketten tagadták a nyomozás során a bűncselekmény elkövetését, azt állították, hogy a másodrendű vádlott vásárolta a gépjárművet, amelyet eltulajdonítottak, azonban a bizonyítási eljárás ezt cáfolta, a bíróság megállapította, hogy a gépjárművet nem megvásárolták, hanem ellopták az eredeti tulajdonosuktól. Az ítélet még nem jogerős, mivel azt a vádlottak távol létében szabták ki. Csütörtöktől érkezik a bankszámlára a családi adóvisszatérítés azoknak, akik utalással kérték a kézbesítést, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán csütörtökön. Az utalással folyósított összeg meghaladja az 561 milliárd forintot, ezt minden család legkésőbb hétfőig, azaz a törvényi határidő előtt megkapja. A postai kézbesítések már megtörténtek, 160 ezer család kapott közel 50 milliárd forintot. A családi adóvisszatérítéssel a gyermeket nevelő szülőknek februárban 610 milliárd forintot adnak vissza. A családok megerősítésére a magyar gazdaság teljesítménye ad lehetőséget. A tavalyi volt az elmúlt 30 év legnagyobb gazdasági növekedése, és idén is jóval 5% feletti bővülésre számítunk. Fontos, hogy az adóvisszatérítéshez való jog nem veszhet el. Aki elmulasztotta 2021. december 31-ig nyilatkozatát benyújtani, és a NAV sem ismeri az utaláshoz szükséges adatait, az SZIA bevallásában igénybe veheti az adóvisszatérítést. Mintegy 700 milliárd forintból nőhet a tanárok, ápolók bére. Több százezer főként humán területen, kórházakban, iskolákban, óvodákban, szociális területen dolgozó ember bére nő az év elején, mintegy 700 milliárd forintból, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a koronavírus járvány miatt több ország is azzal küzd, hogy gazdasági teljesítménye elérje a válság előtti szintet. Magyarországon viszont 6% feletti gazdasági bővülést mértek tavaly, ami megteremtette a gazdasági fedezetét annak, hogy az idén béremelések legyenek. A február 7-e és 13-a között megrendezett víradóhét alkalmából szerveztek Bátaszékre is véradást szerdán. A hétköznap ellenére közel 70-en gondolták úgy, hogy megsegítik a rászoruló betegeket ezzel a különleges gyógyszerrel. Tolna megyében egyébként minden munkanapon van lehetőség a véradásra. Közel 70-en vettek részt szerdán Bátaszéken a polgármesteri hivatal épületében megrendezett véradáson. Schwarz Antal visszajáró adományozó. Azt mondja, ilyenkor fizikálisan és mentálisan is felfrissül. Már sokszoros véradó vagyok, ez volt a 98-dik. Talán a koromnál fogva is látszik, hogy azért nem ma kezdtük ezt a dolgot.
Örülök, hogy segíthetünk betegeken, embertársainkon. Meg egy kicsit olyan megújulás, megtisztulás is az embernek, hogyha vért ad, kicsit jobban érzi magát utána, kicsit felfrissülünk, tehát igazából ilyen szempontból is jó dolog. Bognár Márton gyerekkori fogadalmát tartja be azzal, hogy immáron 48-szoros véradó lett. Mikor kisrác voltam, édesapámon átment a busz, és nagyon sok vért kapott. És akkor megfogadtam majd, hogyha nagy leszek, akkor én mindig adok vért. A vér nagyon különleges gyógyszer, semmilyen módon nem pótolható. Csak és kizárólag véradók önkéntes adományaként juthatnak hozzá a rászoruló betegek. Mondta dr. Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi területi vérellátójának vezető főorvosa. A február 7 és 13-a között megrendezett véradó hét keretein belül szervezték meg az akciót. A téli hónapokban egyébként a véradások amúgy is nehezebben alakulnak az éppen aktuális koronavírus és vagy influenza járvány miatt, ezért különösen fontos a véradás kérdésének felszínen tartása, illetve az, hogy azt az információt minél több emberhez eljuttassuk, hogy járványoktól és évszakoktól függetlenül a rászoruló betegeknek folyamatosan szüksége van az életmentő vérkészítményekre. A nők egy évben háromszor, míg a férfiak négyszer adhatnak vért, de csak miután elmúltak 18 évesek. Azonban két adományozás között minimum 56 napnak el kell telnie. A doktornő hozzátette, nem szegte az adományozók kedvét a koronavírus járvány sem. A tavalyi évben az országban összesen 382 ezeren jelentkeztek véradásra, ebből Tolna megyének a Szekszárdi Vérellátó területére tartozó részén 8300-an. Tolna megyében minden munkanapon van lehetőség a véradásra, erről az OVS honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Legalább 52 sértettet vert át az interneten egy bátaszéki nő, a csalásokon kívül pedig 23 alkalommal mások személyes adataival is visszaélt. A 22 éves csaló már évek óta csapott be hasonló módszerrel másokat, mert az ország több pontján ítélte el a bíróság jogerősen. Ezúttal közel 1 millió forintot csalt ki a jóhiszemű vásárlóitól. A módszere az volt, hogy egyszerűen nem küldte el azokat a tárgyakat, amelyeket az interneten megvettek tőle. A csaló hamarosan bíróság elé. 2022-ben 15. alkalommal rendezik meg hazánkban a Házasság hete nevű országos rendezvénysorozatot. A Pécsi Egyházmegye is több programmal készül. Pakson február 15-én Puskás Peti és Puskás Dallos Bogi tartott volna előadást. A program azonban a járványhelyzet miatt tolódik. Közös énekléssel kezdődött a Házasság hete programsorozat Pakson 2019-ben. Az eseményen a Történelmi Egyházak kórusai és zenészei ezzel a produkcióval hívták fel a figyelmet a házasság fontosságára. A Csengei Dénes Kulturális Központban beszélgetéssel egybekötött program is várta az érdeklődőket. Az est vendége 3 éve Gundel Takács Gábor volt, aki a házasságról, a családról és az együttélésről osztotta meg gondolatait. Hiszek abban, hogy egy jó házasság az egy olyan alapot tud adni, egy olyan bázist tud adni, egy olyan erőt tud adni az embernek az életben, ami mentén szebben tudja élni az életét, igazabban tudja élni az életét, a saját környezetére is másképp foghatni, és a gyermekeit is úgy tudja fölnevelni, hogy amikor majd ők lesznek felnőtt emberek, és ők lesznek házas emberek, és ők fognak gyerekeket nevelni, akkor azt ők is méltó módon és felelősséggel tudják csinálni. 2022-ben 15. alkalommal rendezik meg hazánkban a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. A Pécsi Egyházmegye is külön programmal készült. Pakson február 15-én Puskás Peti és Puskás Dallos Bogi tartott volna előadást. Májusban reméljük, hogy úgy alakul a járványhelyzet, hogy lehetővé válik ez a szép beszélgetés, hiszen Peti és Bogi tavaly itt kötöttek egyházi házasságot, a szentségi házasságot nálunk a templomban. Én nem ismertem őket előtte, itt volt az első találkozásunk, illetőleg azt megelőzően a jegyes beszélgetéseken, és hát nagyon mélyen megérintette őket a hit, és Jóisten, és engem ez mindig izgatott, hogy olyan emberek, akik egy ilyen katartikus élményben részesülnek, hogy ezt hogy tudják elmesélni, hogyan tudják úgy elmondani, hogy másoknak is esetleg megszólító erővel bírja. A február 15-i esemény májusra kerül át, a február 13-ai házasság hetéhez fűződő programot viszont megtartják, mondta Kutas Attila plébános. Regionális híreink következnek.
Nem fogadta el a megrovást Dezső bácsi. Júniusban indul a pere a pécsi járásbíróságon. Veszélyes ilyenkor motorozni. Áprilisban kellene elővenni a kétkerekű járműveket. Elérték Pécsen a 250 ezres beoltotti számot. Bíznak az oltakozási kedv növekedésében. Nem fogadta el a megrovást Jancsula Dezső tanár, amit az ügyészség ajánlott fel az ügye lezárásaként. Mint ismert, a pedagógusnak személyi szabadság megsértésének büntettéért kell felelnie, mert visszatartott egy renitens fiatalt az iskolájában 2 évvel ezelőtt. Február 9-én előkészítő ülést tartottak az országos vihartkavart ügyben a pécsi járásbíróságon. Dezső bácsi itt is ragaszkodott ahhoz, hogy ártatlan, ezért tárgyalás lesz. A törvény szerint több év börtönt is kiszabhatnak ezért a bűncselekményért. A pécsi járásbíróságon várakozik Jancsula Dezső tanár szerda délután. Előkészítő ülést tartottak az ügyében. A vád szerint megsértette annak a fiatalkorúnak a személyi szabadságát, akit még 2020. szeptemberében tartott vissza, hogy az igazgatóhoz vigye, mert az iskola területén dohányzott. Korábban tárgyalás nélkül hozott végzést az ügyben a bíróság, és 170 ezer forint pénzbüntetése ítélte. De ezt nem fogadta el, mert ha befizeti, akkor büntetett lesz a törvény szerint, így pedig mérlegel és nélkül el kell bocsájtani az állásából. Lehetőség van arra, hogy az ügyészség az előkészülésen indítványt tegyen. Az ügyészség ezen az előkészülésen a Jancsula Dezső vádlott vonatkozásában indítványt tesz megrovás alkalmazására. Ez volt az ügyészség javaslata, ehhez azonban a bíróság előtt be kell ismernie a bűnösségét a tanárnak. Ekkor lép életbe a megrovás, ami miatt nem kell elbocsájtani őt az iskolából, taníthat tovább. Nem értelmeztem ezt bűncselekmény szintű fellépésnek. Nem követett el bűncselekményt, ezért nem kell elismernie bűnösségét, mondta Jancsula Dezső az előkészítő ülésen. Így a megrovás nem lépett életbe, ezért tárgyalás lesz az ügyben. A bíróság épülete előtt kérdezte a sajtó a tanárt, miért döntött így. Egy példával válaszolt. Valakiről azt állítják, hogy szalámit vitt ki az üzletből, és 1 kilóról szól a vád, de ő nem vitt ki szalámit. Akkor a végén neki 10 dekát se kell beismernie. Tehát én nem. Szerintem nem kellett elfogadnom a megrovást. A tárgyalás után megszólalt az a férfi is, aki tavaly nyáron demonstrációt szervezett Dezső bácsi mellett. Ugye lesz egy következő fázis a tárgyalásnak, hogy esetleg az elmarasztaló ítélet az nem, hogy jóvá lesz hagyva, hanem még komolyabbá válik. Ez én szerintem ez meg elfogadhatatlan. Tehát ezt ma hagyja a társadalom, hogy ez egy tanárral megtörténhessen, hogy a gyerekeink olyan iskolákban járjanak, ahol a tanárnak annyi joga nincs, hogy a rendet biztosítsa. Ha ezt hagyjuk, akkor nincs miről beszélni, tehát ezt nem hagyhatjuk, én azt hiszem. Stíbel Lőrinc szerint biztos szerveznek szimpátia tüntetést megint. A bíróság egyébként június 1-jére tűzte ki az első tárgyalási napot. A most kezdődő eljárásban meghallgatják a renitens fiatalokat, a tanúkat, szakértőket. A törvény szerint 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak a tanárra. Bár még javában tart a tél, az első napsugarak előcsalogatták a motorosokat a közútra. Ennek azonban megvannak a veszélyei. A napokban több baleset is történt, sőt, halálos kimenetelű ütközésről is beszámoltunk. A szakemberek azt javasolják, legalább áprilisig várjanak a motorosok, hiszen jelenleg még túl nagy a különbség az aszfalt és a levegő hőmérséklete között. Emiatt nincs megfelelő tapadás, és könnyen bekövetkezhet a baj. Nemrég beszámoltunk arról, hogy halálos baleset történt az 57-es főút pécsi elkerülő szakaszán. A mostani tavaszias időjárás miatt egyre többen kezdik újra használni kétkerekű járművüket. Ez azonban veszélyeket rejthet magában, mint ahogyan azt ez a motoros baleset is jól mutatja. A szakemberek azt javasolják, hogy tavaszig ne is üljenek motorra azok, akik ezt a közlekedési módot kedvelik, hiszen hatalmas különbség van az aszfalt és a levegő hőmérséklete között. Hiába érezzük ma is mondjuk egy jó tavaszi napnak ez 17 fokkal, akár napon 18 fokkal. Az aszfalt annyira hideg, hogy semmilyen tapadás nincs a motoron. Illetve amit még nem számolnak bele sokan, hogy különböző külső tényezők hatnak ránk, úgy mint szél, esetleg hirtelen hideg, ami mind az emberi szervezetet
alkalmas sokkolni. A motoros oktatást is úgy időzítik az autós iskolákban, hogy az október végétől március elejéig szünetel. Ez időjárás függő is, de az őszi és téli hónapokban egyáltalán nem ajánlott a kétkerekű járművel közlekedni. A legjobb megoldás az lenne, ha addig várnának a motortulajdonosok, amíg az aszfalt hőmérséklete el nem éri tartósan a 10 Celsius fokot. De arra is van mód, hogy felfrissítsék a vezetéstechnikai tudásukat. Minden év elején, hol a rendőrség, hol különböző szervezetek csinálnak vezetéstechnikai tréningeket. Én ezeket javasolnám mindenképpen. Ez egy felkészítést ad, mert azért lássuk be, hogy egy ilyen időjárás körülmények között most utoljára mondjuk októberben ültünk egészségesen motoron, és legközelebb, amikor tényleg jó idő lesz, az április lesz. Ez pedig túl nagy kihagyás ahhoz, hogy ne essenek ki a motorosok a rutinból. Ebben segíthet egy ilyen tréning. Emellett a megfelelő körültekintés és a kressz szabályainak a betartása ugyanúgy vonatkozik a motort használókra, mint a forgalom többi tagjára. Elérte a 250 ezres beoltotti számot a Pécsi Klinikai Központ. Erről és az eddigi munkáról kérdeztük az intézmény elnökét. Dr. Sebestyén Andor elmondta, 386 oltási napon vannak túl jelenleg, de továbbra is várják azokat, akik beszeretnék oltatni magukat. Hétvégente még zajlanak az akciónapok, ahol regisztráció és időpontfoglalás nélkül vehetik fel az ellenanyagot a paciensek. A szakember kiemelte, mindenképpen szükség van a megerősítő harmadik oltásra, az időseknek pedig ajánlja a negyedik vakcinát is. Így jóval nagyobb az esély a kórházi kezelés elkerülésére. Így nézett ki még 2020 márciusában a Pécsi Klinikai Központ Szemészeti Klinikájának bejárata. Akkor koronavírus ellátóközpontot alakítottak ki, az év vége óta viszont már oltópontként működik. Amióta elérhetők a COVID elleni vakcinák, a Baranyai megyeszékhelyen zajlik az oltás. A napokban pedig elérték a negyedmilliós beoltotti számot. 4-5 nappal ezelőtt valóban itt a Pécsi Tomály Egyetem Klinikai Központjában elértük a 250 ezredik beadott oltást, a COVID elleni vakcina beadását. Ez egy mérföldkőnek számít így az oltóhelyünk szempontjából. Ez konkrétan 2020. december 31-én kezdődött, akkor volt az első oltási nap így a Pécsi Tudományos Egyetem Klinikai Központjának a szervezésében. 2020. december 31-e óta oltunk, ami 386 oltási napot jelentett a mai napig, tette hozzá az elnök. Dr. Sebestyén Andor kiemelte, hogy minden hétköznap és hétvégén, illetve a legtöbb ünnepnapon is elérhető volt az oltás. Előfordult, hogy egy időben több telephelyen is végezték a vakcinázást a kollégák. Az egyik legnehezebb nap tavaly április végén volt, amikor közel 4000 ellenanyagot adtak be a szakemberek. Jelenleg pedig hétvégente zajlanak az akciónapok, amikor nem kell regisztrálni és időpontot sem kell foglalni. A klinikai központ elnöke hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a jövőben minél többen oltakoznak. Akik már 4-6 hónapnál korábban vették fel az oltást, számukra egy erősítő booster oltást szükségeltetik, akár a harmadik vagy a negyedik oltás formájában, nyilván a negyedik oltásnál az idősebb korosztály, ahol az immunrendszer már kevésbé működik annyira erősen, vagy éppen több kísérő betegséggel rendelkeznek, daganatos betegséggel rendelkeznek, ott ez fontos azért, hogy a súlyos tünetek ne alakuljanak ki. A kórházi kezelés elkerülése érdekében mindenképpen szükséges a megerősítő oltás, emelte ki. A vakcinával jóval nagyobb az esélye annak, hogy minimális enyhe tünetekkel vészelik át a fertőzöttek a járványt. Hozzátette, hogy még mindig sokan, több millióan vannak azok Magyarországon, akik még az első oltást sem vették fel. Dr. Sebestyén Andor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel ők nagy kockázatnak vannak kitéve, hiszen kórházba is kerülhetnek. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Elismerték a legjobb tanulókat. 22 honvéd kadét kapott arany és ezüst gombot. Tolva loptak autót. Nem jutott messzire a veszélyes kalandra vállalkozó szerelmes pár. Víradás Bátaszéken. Közel 70-en nyújtották karjukat a jó ügyért. Házasság hete Pakson. Színes programokkal készülnek az atomvárosban, de csak később, a járványhelyzet miatt. Pénteken hidegfront érkezik térségünkbe, délelőtt még nagyrészt kisüt a nap. A déli órákhoz közeledve észak felől felhősödés kezdődhet, miközben északnyugaton feltámad az északnyugatira forduló szél is. Éjjel gyengülő szél fúj majd.
Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!